Azt mondják, hogy ha szeretnél kellőképpen mély ismeretekkel rendelkezni egy választott témával kapcsolatban, akkor célszerű a lehető legrégebbre, legmélyebbre visszaásnod és elolvasnod azokat a tartalmakat, amik segíthetik az adott téma mélyebb megismerését. Én így jutottam el a Hill House szelleme című könyvig, ami a gótikus horror, a modern gótikus horror egyik legfontosabb darabja, és olyanokat tudhat a kedvelői között, mint Neil Gaiman és Stephen King. Na de kiállta vajon ez a könyv az idő próbáját, vagy éppen kiderült az, hogy igenis el tud öregedni egy klasszikus. Az írónőt, Shirley Jacksont, az ihlette meg, hogy olvasott egy kutatócsoport, hogy kifejezetten ilyen szellem jelenségeket kutattak, ilyen pszichikus, nem tudom hirtelen hogyan mondják, jelenségeket, és azt kell mondjam, hogy egy igencsak különleges könyvet tett le az asztalra Shirley Jackson a Hill House szellemek képében, mint láthatjátok, ebből van azóta Netflix adaptáció is, de már több korábbi filmet is megihletett. Van hol jobb, van, hogy rosszabb eredményekkel. De lássuk, miről is szól maga a könyv. Egy 4 tagú kutatócsoport érkezik az elhagyatott kísértet jártának, kísértet háznak tartott Hill House-ban. Ezek pedig Dr. John Montag, ő vezeti az egész kutatást, Luke Sanderson, a Hill House valódi névi örököse, tehát akinek jár Hill House, akinek a tulajdonát képezheti, Theodora, egy kicsapongú bohém életet élő művésznő, és Eleanor a visszahúzódónak tűnő, de valójában igencsak gyanús viselkedésű és gondolkodású lány. És emellett még van 2 visszatérő karakterünk is a Dudley házaspár képében. A Dudley házaspár gyakorlatilag úgy működik, mint a Hill House gondnokai. Az egyik a cselédfeladatokat látja el, ez a hölgy, az úr pedig a ház körüli munkákat látja el, mint úgy egy rendes gondnok tenni. És mind a ketten ott hagyják Hill House-t egy bizonyos idő után, tehát hogyha beesteledik, egyikük sem marad a közelben. Hill House-nak egyébként nagyon rossz a híre, egy nagyon durva veszélyekkel és viszályokkal teli testvéri kapcsolatnak a krónikáját hordozza magában, emellett pedig egy olyan terület, ahol már követtek el korábban öngyilkosságot is. A Hill House történetéről többet nem érdemes mondani, mert egy olyan könyvről beszélünk, aminek a története igencsak nyúlfarknyi, de nem ok nélkül nyúlfarknyi. Ez a könyv nem lineáris, hanem egy pszichológiai bűvésztrükk. Épp ezért meg is tudom érteni méltón azt, hogy nagyon sok embernek nem nyerte el a tetszését, mert ez a könyv nem olyan értelemben regény, hogy elmond egy történetet, annak van eleje és vége, hanem gyakorlatilag a cselekménynek több pontja van, hogy az ember úgy tud értelmezni, ahogy a világnézete engedi. Mit értek ez alatt? Nos, a könyv 4 karaktere, 4 különböző fajta világnézetnek a megtestesítője, van, aki hinni szeretne a szellemekben, van, aki nem tudja, van, aki meg az egészre tesz magasról, és teljesen más a motivációja Hill House-szal kapcsolatban, később pedig bejön még 2 karakter, akik egy másik szemszöget kiviselnek majd. És amik történnek az események a karakterekkel, leginkább Eleanorral, azokat az ember saját nézőszemszöge szerint tudja értelmezni. Mert a Hill House egyértelműen nem jelenti ki azt a Hill House szelleme, az írónő hangja, hogy léteznek szellemek. Ez egyszer hangzik el konkrétan a könyvben, hogy tényleg létező szellem jelenségekről lenne szó, de semmi nem zárja ki azt, hogy valóban szellemek garázdálkodnak Hill House épületében. És ez az, aminek a vizsgálatát szerintem az írónő inkább az olvasóra bízta. Az olvasó nézőpontjára, az olvasó világnézetére van bízva, hogy akkor most ő hisze abban, hogy tényleg Hill House egy szellem járta terület, vagy sem. Hogy azt a karaktert tényleg megszállta egy szellem, vagy csak kezdi elveszíteni az eszét. És ez teljesen szubjektív. Tehát a befejezés is éppen ezért, ami van ennek a könyvnek, rengeteg fajta módon értelmezhető, mert egyértelmű magyarázatot nagyon sok feltett kérdésére az olvasó nem fog kapni. Éppen azért, mert az írónő eldöntötte, hogy ő ír egy ilyen nem lineáris könyvet, és teljesen jól működik, mert az, hogy a könyv nem lineáris. Én a magam részéről nagyon szerettem ezt a vonását a könyvnek, hogy nagyon sok esetben az olvasóra bízza az értelmezést, semmit nem mond ki. Ugyanakkor megértem azt is, hogy miért van az, hogy sok ember inkább arra számított, hogy akkor
egyértelmű kísértett jelenségekről fog olvasni, szellemekről, kopogó szellemekről, fantomokról, meg ilyenekről, de ezek a könyvben nem igazán léteznek, vagy vannak jelen, de ez teljesen a néző szemszögből függ az olvasó világnézetétől, hogy akar-e hinni abban, hogy ez tényleg egy szellem járt a ház, és a karakterek tényleg szellemkjelenségeknek vannak kitéve, vagy ő is úgy gondolja, az olvasó, hogy szellemek nem léteznek, és ami történik, az a karaktereknek a beteg elméjében játszódik le. Vagy legalábbis az ő őrültségeik vetülnek ki a házra. A könyv egyébként gyorsan olvasható, jól van megírva, és emellett pedig a karakterek is kellőképpen elkülönülnek egymástól, tehát más és más a viselkedésük, a párbeszédjeik, ez nagyon jól látszik. Bár, hogyha mindenképpen egy központi karaktert kéne megneveznem, az Eleanor Vance lenne, ugyanis az ő szemszöge az, amikor a leginkább látjuk a ház természet feletti jelenségeit, már ott tényleg vannak, és nem Eleanor őrült meg. És lényegében ez el is mondtam minden érdemeset, amit lehet erről a könyvről. Viszont én úgy gondolom, hogy a könyvnek nagyon jó pozitív tulajdonsága az, hogy ilyen szinten az olvasóra bízza a könyv értelmezését és a benne lévő szellemjelenségek magyarázatát. Megértem azokat az embereket, és akiknek ez nem tetszik, mert ahogy mondtam, a történet igazából nyúlfarknyi, az egész nem szól másról, mint karakterek egymással való interakcióiról, mint az Asimov-fél alapítvány, csak szellemházas környezetben, és lényegében nem tudja meg az olvasó sem, még a történet vége után sem, hogy ez most tényleg szellemjelenség volt, vagy nem, mert ahogy említettem, teljesen rád van bízva, és ez a jellegű olvasói szabadság viszont nagyon sok olvasót, aki egy fixebb lineáris történetre számít, aminek van eleje, közepe, vége, az csalódni fog, mert ez a könyv ez nem olyan. A Hill House ilyen tekintetben nézve egy valóban egy irodalmi kincs, a horror és a szép irodalom talán a legjobb találkozásainak egyike, hiszen tényleg ilyet nem nagyon olvas az ember könyvben, mint amit Shirley Jackson itt most alkotott. Viszont az a baj ezzel kapcsolatban, hogy nekem is nekem az a problémám vele, hogy hozzám ez a könyv már nagyon későn jutott el. A könyv eredetileg 2018-ban jelent meg magyarul, és 1950-es évek végén jelent meg angolul, tehát volt pár évtizednyi különbség, és a Hill House-ban látható történetvezetési egyediségeket és mechanikákat már használták horror filmek is. Nem is rosszul, és nem is kevés. Az én kedvencem ilyen téren például az első eredeti The Blair Witch Project film volt, ahol szintén, hogyha akartad, értelmezhetted úgy az egész történetet, hogy tényleg egy poszorkány kereséséről van szó, de akár úgy is, hogy egy nagyon jól megtervezett gyilkosságot nézünk éppen. Teljesen rád volt bízva, hogyan értelmezted a sztorit, mert ott sem volt sok fogóckodó. És ez ugyanez van ugyanezt érzem a Hill House szellemével is, tehát ha szereted a Blair Witch első részét, az eredeti ideglelést, akkor szerintem ezt a könyvet is nagyon szeretni fogod, mert a történetvezetési mechanikák hasonlóak, de ez volt az eredeti. Minden ezzel indult. Úgyhogy amennyiben kíváncsi vagy a horror eredetére, és szereted a gótikus horrort, és ez a könyv még valamiért nem volt meg neked, akkor mindenképpen tegyél vele egy próbát. Ha kedveled az ilyen nem lineáris sztorikat, amiben nagyon sok minden te magad kell, hogy kitalálj, és te magad kell, hogy értelmezz, akkor tegyél vele egy próbát, mert mondom, ilyen irodalmi kincsekkel ritkán látál minket a magyar piac. Viszont, hogyha előbb láttad a Netflixes sorozatot, és utána nézed meg ezt, illetve vennéd a kezedbe a könyvet, akkor nem ajánlom, mert a sorozatban nagyon sok minden máshogy van elmesélve, és nem is igazi adaptációt láthatunk, hanem egyfajta előzményt cselekménybeli módosításokkal és karakterfelcserélésekkel, meg ilyenek. Úgyhogy én a magam részéről a sorozat megtekintése után nem ajánlom neked a könyvet. De a könyvet elolvashatod a sorozattól függetlenül is, és a sorozat is nézhető a könyvolvasása nélkül is, de a kettő annyira más élményt fog adni a nézőnek, illetve befogadónak, hogy nem tudom leírni szavakkal. Teljesen más, nem azt mondom, hogy rosszabb az egyik a másiknál, de teljesen más az átadott élmény, úgyhogy én azt tudom nektek mondani, hogy próbáljátok ki ezt a könyvet, ha az általam említettek, meghozták a kedveteket hozzá. Ha viszont úgy írjátok, hogy taszító, akkor nyugodtan hagyjátok ki. Ez a könyv nem való mindenkinek, már amikor megjelent, szerintem akkor sem volt mindenkinek ajánlható. Viszont az tagadhatatlan, hogy óriási hatást gyakorolt a horror, leginkább a gótikus horror
zsánerére és a gótikus horror megítélésére a következő évekre, úgyhogy ez a könyv egy irodalmi kincs, de nem való mindenkinek, és teljesen megértem azokat, akik azt mondják, hogy inkább nem kérnek belőle, szívük joga. Én a magam részéről egy erős 4-esre értékeltem, mert azért, ha azért valljuk őszintén, valamennyire már eljárt feladta az idő, de hogy olyan elmével rendelkeztek, mint én, és le akartok ásni a legmélyebb dolgokig, és szeretnétek olvasni azokat a könyveket is, akiket a kedvenc kortárs íróitok olvastak a tikorotokban, vagy még fiatalabb korukban, akkor egy kihagyhatatlan ajánlat. A Hill House szelleme, és egész jó fordítással is jelent meg, még a szöveg szerkesztése is nagyon jó, tehát egy-két elgépelést, ha találtam, összvisz. Szóval azt kell mondjam, hogy a filmes borító se tántorítson el senkit, ez a könyv szerintem magyarul nem is jelenhetett volna meg, hogyha nincs a Netflix adaptáció, mert réteg könyv, nagyon réteg könyv, de én a magam részéről azt tudom mondani, hogy ez egy jó történet. Jó könyv. Viszont a horror filmes zsánere nagyon sokszor próbáltam már lemásolni, volt akinek mondom összejött, volt akinek kevésbé. Szóval, Hill House szelleme, többet nem tudok róla elmondani. Jó cucc, szerintem. És én ennyi voltam mára. Jövő héten újra találkozunk. Ha minden igaz, nem kiabálom el, de hogyha minden igaz, akkor Stephen King egy átlatok is eléggé ismert klasszikusát fogom bemutatni, ami nem más, mint a Cujo. Sziasztok! Olvasatok sokat, és borzongatok elég sokat majd októberben. Sziasztok!